Robi Roza. Thank you.
I'm
Thank you.
amiért szót kértem. Azért, hogy ma senki sem kiabált, hogy jaj, olyan nagy por van, hogy nem lehet megmaradni. Szeretném azt mondani, hogy tavaly megígértem, és teljesült balettpadlóban. Ezért nem porzik. És mindezt el kellett mondanom ahhoz, hogy végül elköszönjek, mert hívakötelesség részben az MVH-s ellenőrzési jegyzőkönyv aláírását kell elvégeznem, mert hogy támogatott volt a rendezvény, másfelől meg váraton az uram meg a 12 marha. Mindenki, kívánok mindenkinek további jó szórakozást, húcsit már dobálni, hogyha nem esik az eső, visszajövök. Yeah.
völgyhíri vásáron a vaskeresztesiek, mégpedig egy német tánccsoport érkezett hozzánk. Aztán a lábas pajtások néptánc együttes is szerepel. Kerpa Barka színjátszók érkeztek Baján Senyéről két kis darabbal. Kerpa néptánc együttes Lentiből. Aztán egy ilyen érdekes nevet olvasok, nem tudom, hogy mit rej. Durmor zenekar Lentiből, és természetesen a Kritikális színjátszók is megérkeztek Őri Szent Péterről. Tehát 3 órakor kezdődik a kulturális műsor a Művelődési Házban sok tánccal és természetesen színjátszásokkal. Mindenkit szeretettel várunk.
Thank you.
rendes ember. Szeretőlenként csak egy nagy baj van. Gyenge, befolyásolható ember. A barátja itatják, ő meg nem tud nevet mondani. De ez csak volt, mert ma reggel Aladár megígérte, hogy soha többé nem iszik. Megesküdött a boldogságunkra. Úgy. És akkor hol van a te drága látos férjed? Mindjárt 8 óra és Aladár még nincs ott. Tanfolyamon van. Miféle tanfolyamon? Ha akarja tudni, Aladár tovább képezi magát, matematikát tanul, felsőbb matematikát. Na jól van, nem bánom.
ígérem, hogy soha többé nem iszok. Nem? Szóval sincs hozzám. Mama! Mama? Mama, legyen szíves, jöjjön be! Jaj, de fáj a fejem! Jaj, a mama! Jaj, kislányom! Olyan rossz nekem egyedülre nem ezen a mai napon. Ennek a szegény aladárunk az eszembe. Aj, szegény hát, aladár? Ne gondolj rá, követett cirkefogó volt csúnyán éket, csúnyán is halt meg. Ki volt? Nem érdemelt meg egy ilyen asszony, mint Elenkém. Hát halálra itta magát. Ki volt? Ki itta halálra magát? Szép sírkövet állítottunk ma neki, tehát ennyi legyen elég, ne gondoljunk rá többet. Ki volt meg, vagy kinek állítottak maguk sírkövet? Ah, mondjuk ami azt illeti, olcsóbb sírkő is megfelelt volna neki, de hát nincs mit tenni. Volt aladár, nincs aladár, Isten nyugosztalja. Micsoda aladáról van itt szó? Már két éve. Olyan, mintha csak tegnap lett volna. Ott feküdt, azon a diványon. És részeg volt, csak úgy dölt belőle a szesz. Na ne uszítsa legyen, ne uszítsa! Megölte az alkot, szegény a határom! Szerencse, hogy meghalt lenni. Én azért szerettem a hibáival együtt. Kit szerettél te a hibáival együtt? A szegény a határom! Jaj, szegény a határom! Én meg szegény a vannál! Ezek rólam beszélnek! Hát én nem haltam meg! Hát itt vagyok, élek! Lányát! Hát lányát! Mama! Hát itt vagyok! Hát... Nem érez? Hát mit ha itt se lennék? Végén megölt az alkohol. Hát még szerencse, hogy nem bírta a szívem.
Csak most hozva az állékemet. És ez volt az én legjobb barát. Na ne légy a narkó. Te Piska, tudod, hogy én azóta szeretlek, amióta Aladár elkezdett inni? Minél többet hívott, én annál jobban vonzottam hozzá. Ha nem halt volna meg, úgyis megcsaltam volna veled. Na hát még szerencsé, hogy nem farmakra mentem a túlvilágon. Esküszöm, ez a világ legszebb és leggyönyörűbb okosabb gyereke. Egészséges, mint a ma. Még szerencsére az Aladártól meg gyereked. Bizony, nagy szerencse. Egy alkoholistának nem lehet egy egészséges utódja. Ej, terüje, hogyha én még egyszer megmutathatnám! Az a te dolgom. Én nem voltam, hogy valami tévedés van. Én nem is értem, hogy van az a materülőt a világnél. Jaj, hát ne kényeztessétek már úgy a Péterkét. Ez vajon ki lehet? Kicsit furcsának találom az időpontot, de miért nem jött a rendelőbe? Virág Klára kisasszony, ez az egyik páciensem. Bocsánat, hogy így betörtem, doktor úr, de beszélnem kell önnel, doktor úr. Foglaljon helyet náluk, kérem, mielőtt kimegyek a munkába. A világért sem, kérem, maradjanak, amit mondani akarok, nem titok, sőt, jobb is, ha nem csak a doktor úr hallja. Én a doktor úr páciense vagyok, én ugye nem látom idegbetegnek. Nem is vagyok az. Hát persze, hogy nem az. Csak éppen irreális és lehetetlen dolgokat róla. A spiritizmus nem irreális, csak a családom nem hiszi el. Ezért idegorvossal kezeltetnek. Pedig rajtam nincs mit kezelni, mert van túlvilág. Persze, hogy van. Nézzek ezt a spárika. Számtalanszor beszélgetünk erről a témáról. Maga értelmes és reális ember. De túlvilág az nincs. De van. Azért vagyok itt. Megtaláltam a bizonyítékot. A bizonyítékot? Igen. Rájöttem, hogy kivételes képességekkel vagyok felruházva, és érintkezést tudok találni a szellemek világában. Azért jöttem, hogy bebizonyítsam. És itt akarja bebizonyítani? Itt és azonnal. Akkor bizonyítsa be. De maguknak is segíteni kell. Mondja, kérem, hogy csináljunk. Üljenek ide az asztalhoz. Tegyék a kezüket az asztal lapjára. Kérem, bontsa le a minden. Ne, már most azt a kezdőt. Nekem is érdekel. Tegyük össze a kezüket. Szellem testvér, ha itt vagy körünkben, jelentkezzél. Nincs itt senki. Augusztusban nem szoktak szellemek jelentkezni. Még nincs itt egy szellem sem. Újra megpróbálom. Jaj, de nekem végem van. Nem bírja tovább a szívem. Na, ma akkor mindjárt van akkor. Ne csacsiskodjon, mama. Szedje össze magát. Ez csak játék. Majd, de én is olyan formán kezdem érezni magam. Hát, a melem is. Ez az, ő is érzi a szellem közelségét, folytassuk. Szellem testvér, ha itt vagy körünkben, kopog kettő. Szellem testvér, kérdezni foglak. Ha igent akarsz mondani, kopog kettőt, ha nemet hármat. Megértetted? Jaj! Ismertél bennünket?
most nem. A doktor ismerőse voltál? Az, igen. Jaj, nagyon elfáradtam. Pihenjünk egy kicsit. Mit szól a bizonyítékon, doktor úr? Hát ez valami fantasztikus. De mint orvos, elrendelem önnek, hogy pihenjem, vagy később folytatjuk. Jó? Velem még itt van. Vagyok itt vagyok! Na most mit csináljak? Gondolkodjunk. De álmos lettem. Esküszöm szellembe, még ilyen álmosok életemben nem láttam. Azt hiszem, hogy alszom egyet. Megnősült. Igen, megnősült. Na de hát hogy jött ez ilyen hirtelen?
hirtelen Pista és én már 3 éve szeretjük egymást, csak idáig nem tudtunk összeházasodni. Ja Isten, ez életem legboldogabb napja! Mama! Hát menjen gyorsan hozzá a gitárt, hadd kocsítsunk az ifjúpár boldogságát! Megállok te! Ide többet alkohol be nem teszi a lába! De nem a? Aladár, te tényleg nem fogsz inni? Soha többet! Aztán akkor esténként mégis mit fogsz csinálni? Hát azt nem tudom! De hogy gyerekként nem vegyük a szomszédba, az tudni!